Ennek a sorozatnak azt a címet adtuk, hogy sorskérdéseink a kereszténység fényében. Vannak az emberi életnek olyan dolgai, amit nem lehet igennel, nemmel megoldani, hanem az egész világnézetünk, emberségünk, mindennapi életünk ezer dolgain túl az, ami értéknek tartunk belülről, mind-mind összefügg ezzel. Ilyenek a sorskérdések. Egy jellegzetes szempontból szeretnénk a mindennapi élet kérdéseiről beszélni. Ez a jellegzetes szempont az az, hogy a kereszténység, ami az európai kultúrának az alapja, és benne a Biblia, ami a kereszténység alapja, sok mindent megold, és sok minden olyan sorskérdésben eligazít, amiről első pillanatra nem is gondoljuk, és mégis eszerint gondolkodunk. Ugye a Biblia egyrészt az anyanyelvünk alapja. Ha nem pontosan használjuk az anyanyelvünket, akkor nem is tudunk helyesen gondolkodni. Helyes beszéd az a helyes gondolkodásnak is az alapja. Azért van köznyelv, mert voltak bibliafordítások, Károli Gáspárra kell gondolni, de ugyanígy a Luther fordításra gondolhatnak a németek, vagy King James Versionre az angolok. Ezek mind-mind anyanyelv teremtő erők. Ezen kívül szólásaink, közmondásaink idézik állandóan a Bibliát. Nem mindegy, hogy valaki pálfordulásról vagy köpenyek forgatásról beszél. De nem csak itt találkozunk a Bibliával, hanem a Biblia az úgy is alapja az európai kultúrának, hogy minden humán műveltséghez tartozó dolog, irodalom, művészet, zene, újra és újra idézi a Bibliát. És ez azért van, mert a Bibliában olyan alaptörténetek vannak, amelyek nem csak egyszer régen történtek meg, hanem újra történnek mi velünk. Benne erkölcsi életünk fogalomrendszerét ismerhetjük meg. Éppen ezért harmadszor az erkölcsi életünknek is a fogalomrendszere, a kódrendszere, hogy így mondjam, a Biblián alapszik. Hiszen, gondoljuk csak el, mi lenne akkor, hogyha mondjuk írni kellene egy tankönyvet arról, hogy mi az árulás? Biztos úgy írnánk meg, én is írtam már több tankönyvet, hogy lenne egy vastagbetűs meghatározás, hogy az árulás, és jönne, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez, aztán felbontanánk ezt a fogalmat, A, B, C, D, 1-es, 2-es, 3-as, alfa, beta, gamma pontokra, és a végén kijönne egy nagyon bonyolult, elvont fogalom, amivel nem sokat tudnának kezdeni a diákok. Mennyivel egyszerűbb az, hogy azt mondom, hogy egyetlen névbe belefér ez, ha tudjuk a történetet, és ez a történet bibliai történet. Azt mondom, hogy Júdás. De lehet azt mondani, hogy valaki tamáskodik, vagy péterkedik. Ezek mind-mind olyan jellempanelek, amelyek hasonlóak egy megoldó képlethez. Be kell helyettesíteni az életünkbe, és rögtön beszélni kezdenek. Ma a világban van egy erkölcsi elbizonytalanodás, hogy azt nem mondjam, hogy zűrzavar. És ennek az erkölcsi zűrzavarnak mindig az az okozója, hogy valahol eltűntek azok az alapvető fogalmak, amiknek alapján tájékozódunk. Valahol eltévedtünk, valahol nem tudjuk az irányt. Valahol összekeveredik bennünk a jó és a rossz, és ez az állapot nem jó. Egy gyerekkori történet jut eszembe. Volt egyszer, amikor rendőrségi körözést adtak ki ellenem. Na, nem valami cégéres bűntényt követtem el, voltam 13 éves, hanem arról volt szó, hogy 13 éves gyerekként Miskolcon minden vasárnap jártunk kirándulni. Ennek a kirándulásnak nem csak a sportolás volt a lényege, hiszen akkor se külföldre, se messzebb nem tudtunk elutazni, hanem volt egy olyan gyakorlati célja is, hogy gombát gyűjtöttünk, szamócáztunk, és egy ilyen kirándulás alkalmával az egyik hegyoldalon piroslott a szamóca. Ó, mondom, de jó lesz, egy jót szamócázunk. A fiúk előre szaladtak, újabb legelőhely, vagy újabb gombázóhely reményében, én ott maradtam, és módszeresen, szépen szedtem egy egész vödörre való szamócát.
Utól akartam érni a fiúkat, de nem hallottam már sehol a hangjukat. És akkor csináltam egy elméletet. Elébe vágok a fiúknak. Ha ezen a hegyen átmegyek, ott lesz egy út jobbra, és azon az úton utolérem a fiúkat, hiszen tudtam, hogy hol akarnak majd buszra szállni, hol van az végállomás, ahol találkozni szeretnénk. Felszuszoktam a hegyre, lenézek a hegyről, hát nincs ott az út. Azt mondtam magamban, biztos tévedtem, és nem ez a hegy, hanem a másik. És átmásztam a másik helyen. Közben már erősen alkonyodott. Aztán jött a harmadik, negyedik hegy. Nem találtam sehol az utat. Rám esteledett, és nem tudtam, hogy merre vagyok. Előre menjek, vagy hátra. De hát még 13 éves az ember, és merész, és fiatal, és úgy gondolja, hogy jól ismeri a hegyeket. Nem ijedtem meg, hanem újabb hegyeket és hegyeket másztam át. De sehol nincs az út. Így esteledett rám. Befúrtam magam egy szénabogjába, jót aludtam, reggel a kellő nappal ébredtem, és új elméleteket gyártottam. Nem húzom tovább a történetet, elég az, hogy harmadnapra Egerbe kötöttem ki Miskolc helyett. Leültem a pályaudvaron egy boroshordó mellé, neki támasztottam a hátamat, vártam a vonatot, hogy hazamegyek. Akkor még nem volt mobiltelefon, nem tudtam szólni senkinek, anyám bizonyára aggódott értem, sőt, később kiderült, a rendőrségen is kerestek, mert arra ébredtem fel, mert a hót fáradtan elálmosodva ott a boroshordó mellett ücsörögtem, hogy valaki a vállamra teszi a kezét. Felnézek, hát egy rendőr volt. Azt mondja, maga a körözött? Mondom, hát én nem tudom, de én Szigeti Jenő vagyok. Na, pont magát keresem. És mivel kiskorú voltam, hazakísértek, anyámtól kaptam két nagy pofont, meg is érdemeltem a sok-sok izgalomért, így voltam körözött. Miért mondom el ezt a történetet? Mert utána ennek nagy híre lett. Volt egy öreg turista bácsi, akit Fáji bácsinak hívtak Egerbe, a bükszerelmese volt, minden vasárnap kirándult, sokszor jártam vele kirándulni, és amikor meghallotta, hogy eltévedtem, akkor a következőt üzente nekem. Édes fiam, az eltévedés ellen egyetlen orvosság van. Vissza kell menni az utolsó ismert pontig. Erre nem nagyon szoktunk gondolni, mert rohanunk előre, és a mai életünk erkölcsi útvesztőiben is ez lenne az egyetlen orvosság. Mert ott kell tájolni, ahol tudjuk, hogy hol vagyunk. Az újkor elején az újkornak az egyik legnagyobb filozófusa, gondolkodója, tudósa, polihisztora volt Rotterdami Erasmus. Erasmusnak volt a mondása, hogy ad fontes a forráshoz. Mi nagyon sokszor elindulunk az értől, nem jutunk el az óceánig, hogy Adi szavaival éljek, és útközben eltévedünk. Ezért hát nincs más megoldás, vissza kell menni a forráshoz. Ezért lesz az, hogy ebben a sorozatban, minden előadásban a forráshoz szeretnénk visszatérni. Oda, ahol az eligazítás van, ahonnan elindult az európai kultúránk. És az európai kultúrának az alapja a Biblia, amin az erkölcsi kultúránk is felépül, nyelvi kultúránk is, művészeti kultúránk is felépül, de még azt is mondhatjuk, hogy a természettudományos látásunk is erre épül, akkor ez a Biblia új fényben fog ragyogni előttünk. Ebben a sorozatban ilyen kérdésekről fogunk beszélni. Egyedül lét, egészség kérdése, aztán szerelem vagy szex, aztán hogyan enyém, amin van, a tulajdon kérdése, az anyagi javaink kérdése, és a legfőbb a reménységünk, hiszen reménység nélkül ember nem élhet. Ezért hát induljunk el ezen az úton. Először is az egyedüllét problémájáról szeretnék valamit önökkel megosztani, amit mindnyáján érzünk, de nagyon sokszor ezt az egyedüllétet mi nem úgy éljük meg, ahogy kellene. Valahogy belegabajodunk, ha népiesen akarnám mondani, úgy, mint kis csirke a kócba. Mi is ez a probléma?
Egy nagyon híres amerikai szociológus, David Reisman, valamikor 1947-ben írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a magányos tömeg. Azóta ez világhíres könyv. Minden európai nyelvre szinte lefordították. Amikor megjelent ez a könyv, az egyik amerikai lapnak a tudósítója, amelyik recenzálta ezt a könyvet, azt írta, hogy biztos nagyon jó könyv, mert hamar elkapkodták a piacról, viszont a címe az értelmetlen, meg kellene változtatni. Hogy lehet magányos a tömegbe az ember? Pedig, ha van zseniális része ennek a könyvnek, pontosan ez a zseniális. Hiszen az igazi magány az nem az, amikor egy lakatlan szigeten vagyunk, és várjuk a hajót, hogy feltűnjön. Az igazi magány az ott van, amikor tolakodunk buszon, metrón, villamoson, a nagyvárosban, ezer és ezer emberrel találkozunk, és egyedül vagyunk. Ez a legkellemetlenebb magány. Amikor nem hiányzok senkinek, amikor nem kellek senkinek, amikor az emberek egyszerűen leírnak, mint egy számot, mint egy lehulló falevelet. Sose fogom elfelejteni azt, hogy egy újságcikk került a kezembe még nagyon régen, több mint 10 éve. Ennek az újságcikknek az volt a címe, hogy 7 év után találtak rá a mumifikálódott testvérpárra. Egy bécsi történet. Bécsben a Wieden városrészen, ahol jobb emberek laknak, jobb polgári körülmények uralkodnak, történt az eset. Az egyik bank észrevette, hogy van egy alvó számla. Erre jön mindig egy összeg minden hónapban. Ez egy nagyon tekintélyes nyugdíjnak az összege volt. Egy másik összeg, amelyik szintén tekintélyes összeg volt, ami egy örökösödési részesedés volt. És erről a számláról mindig kifizeti a bank a megfelelő rezsiköltséget, a lakbért. De az az érdekes, hogy a közüzemi díjak azok nagyon alacsonyak. És semmi mozgás nincs ezen a számlán. A bank kiadta a nyomozójának, hogy derítse fel, hogy mi van e mögött a számla mögött. Tudnilik, az ilyen alvó számlák azok mindig veszélyesek, mert lehet, hogy pénzmosás történik rajta, lehet, hogy tisztességtelen pénzek forognak majd rajta. És ezért a bank szerette volna tudni biztonsági okokból, hogy mi is történt ezzel a számlával. A bank nyomozója megjelent a címen, csöngetett, senki nem nyitott ajtót. Az ajta előtt egy nagy csomó reklámújság állt, tele volt a postaláda, ami még gyanúsabb lett ennek a nyomozónak. Aztán lement a házmesterhez, megkérdezte, mit tud ezekről az emberekről. A házmester azt mondta, igen, 2 barátságtalan öregasszony lakik itt, mindig morgolódnak, én nem is szeretek velük találkozni. Minap is láttam itt, és azt mondja, olyan rendetlenség van az ajtajuk előtt, hiába szólok, és nem takarítanak. Becsöngetett a szomszédhoz. A szomszéd hasonlóan mondta, 2 magának való öreg. Azt mondja, nem kell velük törődni, ezek olyanok, hogy sose halnak meg. Még gyanúsabb lett az eset. A nyomozó elment a rendőrségre, és kért egy segítséget, hogy feltörjék a lakást. Az járt az eszükbe, hogy itt biztos valami titokzatos maffia uralkodik, vagy valami titokzatos maffiának a lerakat helye, gondolt kábítószerre, és ezer olyan dologra, ami a mindennapi életben sajnos egyre többet előfordul. Beléptek a nyomozók, és azt látták, hogy egy szép polgári lakás. Értékes szőnyegekkel, festményekkel a falon, szép antik bútorokkal, 2 öreg hölgy lakása. Amikor a hálószobába mentek, egy mumifikálódott holttest feküdt az ágyba. Az egyik lakó. Tovább kerestek,
és egy összegöngyölt szőnyegben megtalálták a másikat. A törvényszéki boncolás megállapította, hogy mind a kettő végengyengülésben halt meg. És nem vette észre senki. Az egyik 8 hónapot, a másik 6 hónapot feküdt holtan egy lakásba. És nem hiányoztak senkinek. Sokszor gondolok arra, hogy hány ilyen ember él ma köztünk. Mert mi általában az emberekről beszélünk, látunk problémákat, amit meg akarunk oldani, és ilyenkor mindig egy nagyon fiatalos és nagyon kedves költőnek egy versidézete jut az eszembe, Ágai Ágnesnek hívják, és a kötetnek az a címe, hogy Nem zedék, a nem az nagyjal, az edék az kicsivel, amiben a következő verset olvassuk. Bennünket meg akarnak oldani, mint a lakáskérdést, vagy a gazdasági kérdést, csak kérdések vannak válaszok helyett. Kérdéseink nekünk is vannak, mi végre élünk a földön, ki vesz meg egy elhasznált földbolygót, ki lopja vissza a tüzet, hová jut, aki honnan indul? Nagyon megdöbbentőek ezek a kérdések. És az irodalmi példákat lehet tovább fokozni, tovább folytatni. Bizonyára sokaknak eszükbe jut Tóth Árpádnak egy örök szép verse, a Lélektől Lélekig címadó vers, amiben többek között azt olvassuk. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millió árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, az éjjel s a messzeségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Üldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Ez az űrélmény az, ami a 21. századi ember életét is teherré teszi. De mit mond erről a Biblia? Talán merész ez az ugrás, mégis a Biblia első lapján már választ találunk. Isten megteremti a világot a szavával. Szólt, és lettek az állatok. Két neműek. Az embernél nem ezt találjuk feljegyezve. Isten a maga képére teremti az embert, férfiúvá és asszonnyá teremti, a második teremtés történet egy nagyon érdekes dolgot mond. A férfi már van, Ádám létezik. És Isten elvezeti Ádám előtt az összes állatot. Ádám minden állatnak nevet ad, az ókori gondolkodás szerint a névadás, az azt jelentette, hogy Ádám átveszi az uralmat a teremtett világ felett. És Ádám keres hozzáillő segítőtársat. És a teremtett világban nem talál magához méltó társat. És amikor bevallja ezt a kudarcot, akkor Isten közbelép. Nem a fejéből, hogy okoskodjon, nem a lábából, hogy tapodjon rajta, hanem az oldalából, és a héber szöveg nagyon szépen mondja, épít egy asszonyt. És erről mondja el Ádám, hogy testemből való test, csontomból való csont. És a héber nagyon szépen ki tudja fejezni, mert egy szógyököt tud himnembe és nőnembe mondani, ez a férfi és a nőnek a
szava, nincs két szó, mint nálunk férfi és nő. És így lesz az ember Isten képe. Mert nem a férfi az Isten képe, ezt nem mondja a Biblia. Az ember, aki mindig két nemű. És ebben egy titok van elrejtve. Egy ember önmagában soha nem ember. Az én emberségemet mindig egy közösségben élem meg. És abban a pillanatban, ha rám zuhan a magány, akkor valami baj van. Mert valamilyen közösség összetört. A magány az a közösség rövid zárlata. És a magányos tömeg embere, az lehet, hogy karnyújtásra 100 és 100 emberrel találkozik. Mégis egyedül van. Mégis úgy érzi, hogy nincs mellette senki. És így megy tönkre az élete. A kereszténységnek az egyik leghangsúlyosabb feladata lenne ma, a mai ember felé, hogy rádöbbentse arra, hogy az életet nem egyedül kell megoldani mindenkitől függetlenül. Az üdvösség az nem abban van, hogy én külön vagyok, mint a többi, és ezt a különb létemet állandóan hangsúlyozom. Nem lehet valakivel szemben embernek lenni. Embernek csak úgy lehet lenni, hogyha megtalálom a másik ember kezét. És ez az a titok, amit a Biblia elsősorban el akar mondani. A Biblia az a közösség könyve. De mi döntötte meg ezt a közösséget, hogyha Isten így teremtett bennünket? Miért állt be ez a rövid zárlat? Erre a Bibliának van egy másik szava, megint egy olyan szó, amit félre szoktunk érteni, és nem értjük helyesen. Ez a másik szó, ez a bűn. Mi a bűnön mindig valamilyen cégéres csirkefogóságot gondolunk. A bűn az, hogyha én betörök valahova, meggyilkolok valakit, vagy valami cégéres gaztettet követek el. Ez tulajdonképpen nem a bűn, hanem a bűnnek a következménye. A bűn az ott kezdődik, a gyilkosság is ott kezdődik Jézus hegyi beszédben elmondott szavai szerint, hogy elkezdem gyűlölni a másikat. Megszakítom a kapcsolatot a másikkal. Nem lesz fontos nekem a másik. Nem lesz lényeges az, hogy a másik mit érez, mit gondol, hogy jár. A másik embert leírom, így szoktuk ezt ma mondani. Abban a pillanatban beáll a rövid zárlat. És ez a rövid zárlat a bűn. Ha megnézzük az első bűneset történetét, ami összefoglalja minden bűneset történetét, azt lehet mondani, ez a példázata vagy alapmodellje minden bűnnek ma is, akkor a következőket látjuk. Az első bűneset történetében ugye arról van szó, hogy Isten először is parancsolta az embernek valamit. Így kezdődik az egész történet. Mózes első könyve, második fejezet, 16. versét idézem a Károli fordítás szerint. Így kezdődik, hogy parancsola az Úristen az embernek mondván. De egy másik érdekes szó van, hogy parancsola. Mi az, hogy törvény? Mi az, hogy parancs? Sok ember úgy gondolja, ez a szabadság akadálya. Pedig a törvény az a gravitáció törvénye is. A természet világának ezer rendje a törvény. Jól néznénk ki, hogyha valamelyik természeti törvény hirtelen most semmivé lenne. Az ember sem csak úgy magától él ebben a világban. Az ember is össze van kapcsolva másik emberrel, a világgal, hiszen hármas kapcsolatban élünk, ez határozza meg az embert a Biblia szerint. Van a fejünk fölött valaki, ezt úgy hívják, hogy Isten. Az ő képére és hasonlatosságára teremtettem. Ha Istent elveszítem, akkor az Isten képűségem törik össze. Ezért az Istennel egy kettős kapcsolat köt össze bennünket, embereket. Ő bízik bennem, ő adta az életem,
ő vár tőlem valamit, és ezért nem vagyok egyedül. De ez, hogyha egyirányú kapcsolat lenne, akkor ez a nem vagyok egyedül nem igaz. Én is szólhatok hozzá, beszélhetek vele, ez az imádság. Isten kinyilatkoztatja magát, szól hozzám az ő igéjével. Ez a beszélgető viszony az embernek, az Istennel való kapcsolata. Minden embernek valami van a feje fölött. Lehet, hogy nem úgy hívja, hogy Isten. Lehet, hogy úgy hívja, hogy elveim vannak. Lehet, hogy úgy hívja, hogy fontos kötelességeim vannak. De mindig minden ember valamit vagy valakit a feje fölött tud. Ez az első kapcsolat. De Isten úgy teremtette meg az embert, hogy láttuk Ádám és Éva történetéből, hogy valaki mellettem is van. Valaki mellettem van, aki nagyon fontos. Ez a társam. És a társ az egy egyre táguló kör. Van a feleségem, vannak a gyermekeim, a családom, a távoli rokonaim, egy lakóhelyen élek, egy lakóhelyi közösség tagja vagyok, azután van egy nyelvi közösség, amiben benne élek, van egy kulturális közösség, amiben benne élek, és ki tudja ezeket az egymásba gyűrűző közösségeket mind felsorolni. Ebben a kapcsolatban vagyok igazán ember, és ez is kétirányú kapok, és adok ebben a közösségben. Isten ezeken az embereken keresztül áld meg engem, és Isten azt várja tőlem, hogy a vele megélt közösséget irányukba adjam tovább. Az az ember, aki felebarát nélkül akar ember lenni, az lehetetlenre vállalkozik. Nincs olyan keresztény, mert nem keresztény az ilyen ember, aki azt mondja, hogy nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. Pató Pál urasan nem lehet kereszténynek lenni. De a Bibliában van egy másik közösség is, ami nagyon modern. A Biblia nem csak a 10 parancsolatot adta, amiben nagyon érdekes az Istennel való közösségemről van szó az első 4 parancsolatban, és a második 6-ban pedig az emberekkel való kapcsolatomról van szó. Nem csak erről van szó a Bibliában, hanem vannak az egészséges életnek is törvényei. Miért? Mert az ember egyszerre spirituális és materiális lény. Nem csak az Istennel való kapcsolatom van meg, nem csak valami belső lelki életem van, hanem benne élek két lábbal a világ materiális valóságába. És éppen ezért a természettel is ez a kétirányú kapcsolat köt össze engem. Egyrészt minden szippantás levegővel, minden korty vízzel, falat kenyérrel biológiailag összeépülök az anyagi világgal. Ugyanakkor ez az anyagi világ azt várja, hogy műveljem és őrizzem azt, mert hiszen ez az anyagi világ értem van. Nagyon modern ez megint a Biblia teremtés történetében. Hiszen, gondoljuk csak végig, nem elég csak művelni a világot, ez a vak technokratának a bűne. Elvész a világnak sok-sok kincse, azért, mert túlműveljük. És nem csak arról van szó, hogy őrizni kell ezt a világot, ez meg a vak zöldnek a bűne, hanem művelni és őrizni együtt. Így vagyok ember igazán. Ezért ez a hármas kapcsolat ott van a teremtés történetben. Most tovább idézem ezt a Mózes első könyve, első fejezet, illetve a második fejezet, 16. versét. Az első fejezet teremtés történetének a kibontása. Azt mondja, parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ez egy nagyon érdekes törvény, három osztatú törvény. Egyrészt Isten belehelyezi az embert a természet világába,
kert minden fáról bátran egyél. Ez a törvény olyan, mint a középkorban volt egy kutyabőr, amivel egy uralkodó egy birtokot ajándékozott valakinek. De ez a materiális kapcsolat egy spirituális dolgon, az engedelmességen alapszik. De hogy lehet engedelmeskedni egy törvénynek? Isten a törvényben ad, és ebben a törvényben vissza is kér valamit, egy kis részt. De a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Miért kéri ezt vissza Isten? Talán az Istennek szüksége van arra az egy fára. Hát ha szüksége lett volna, akkor teremtett volna egy világot, és ezt a világot csupa ilyen fával telepíti be. De nem ezt olvassuk itt. Isten egyet azért kér vissza, hogy ennek az egynek a szabad, önkéntes tiszteletben tartásával azt fejezzem ki, hogy az egészet, a többit, azt Istentől kaptam. Így az ember döntési helyzetbe kerül. Nincs ott erkölcsről szó, ahol nincs döntés. Nagyon érdekes, hogy a diktatúrák után általában mindig a közerkölcsök megromlanak. Miért? Mert nem tanulnak meg az emberek szabadon dönteni. Az erkölcs az azt jelenti, hogy mondhatok igent, és mondhatok nemet, de mind az igenért, mind a nemért a felelősséget vállalni kell. Mi biztosítja ezt a felelős döntést? Nem kétosztatú ez a törvény, tehát nem csak arról van szó benne, hogy Isten ad, kert minden fája, és kér a jó és gonosz tudásának fáját, hanem Isten elmondja a következményeket is. Szabadságról csak akkor lehet beszélni, ha a dolgok következményét is ismerjük. És elmondja Isten, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Tehát három eleme van ennek a törvénynek. Isten ad, Isten kér, és elmondja a következményeket. Ha ez a három elem nincsen meg, én nem tudom a következményeket, nincs választásom, akkor én megszűnök embernek lenni, erkölcsi lénynek lenni. Nem biztos, hogy demokratikus az a választás, hogyha az eszkimókat megkérdezzük, hogy a kivi vagy a banán a jobb gyümölcs, mert szegény eszkimók se kivit, se banánt nem nagyon esznek. Ha én nem tudom, hogy mi micsoda, akkor felelőtlenség dönteni. És Isten éppen ezért mondta el, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. De akkor hogy jött be a bűn erre a földre, ami elidegenít? Hiszen a bűn az, ami a közösséget tönkreteszi, mondtuk az előbb. Hogy állt be ez a helyzet? Nagyon érdekes tovább a Biblia története. A harmadik fejezet Mózes első könyvében arról beszél, hogy van egy állat, amin keresztül egy szellemi lény, a sátán megkísérti az embert. Azóta is, Éden óta is mi állandóan kísértett emberek vagyunk. De mi az, hogy kísértés? Ha röviden akarok erre a kérdésre megválaszolni, akkor azt mondhatom, hogy a kísértés az nem más, mint értékcsere. Amit Isten értékesnek mondott, annak az értékét kell lerontani, és egy más idegen értéket kell beépíteni az ember fejébe. Ez a kísértés. Nézzük, ez hogy történik. A kígyón keresztül a kísértő szól. Nem parancsol, ez könnyű visszautasítani. Nem is állít valamit, valami hamisat, ezt is könnyű visszautasítani. Hanem nagyon alázatosnak tűnően kérdez. Hazugul kérdez. Figyeljük csak! Azt mondja itt az ige, hogy a kígyó azt kérdezi, hogy csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Figyelik? Ez a kérdés majdnem igaz.
Mert az Isten azt mondta, hogy a kert egy fájáról, és itt jön egy hazug betű. Egy fájáról ne egyenek. A kígyó a nem mellé oda teszi a kérdőjelet. Egy fájáról se egyetek. És ezzel egy értékcserét kezd elmunkálni az ember agyába. Tényleg nem adott az Isten semmit? Holott a parancs az úgy szólt, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Minden kísértés ott kezdődik, hogy megkérdőjeleződik bennem az érték. Minden elmagányosodás ott kezdődik, hogy megkérdőjeleződik bennem a másik ember értéke. A másik emberrel való kapcsolatom értelme. A dolgok rendjének az értelme kérdőjeleződik meg. Ezt a kísértést látszólag az asszony nagyon könnyedén visszautasítja. Azt mondja, hogy nem, Isten azt mondta, hogy egy fáról ne együnk, kicsit el is túlozza persze, hogy ne is érintsük, ezt nem mondta az Úr. És akkor a kísértés következő eleme jön a vágy. A vágy az nem rossz, az ember attól ember, hogy vannak vágyai. Hanem a vágy értékét kell megcserélni. És itt van a lényeg. Elkezdi mondani, hogy ha esztek belőle, bizony nem haltok meg. Nincs következmény, hanem olyanok lesztek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. Nem kevesebbek lesztek, hanem többek lesztek. És ez az, ami lépre viszi Évát. Mást kezd jónak látni, mint amit az Isten jónak mondott. A bűn nem a gyümölcs leszakítása, hanem a más értékrend elfogadása. Nem az az igaz, amit Isten mondott. Hát, ha a kígyó jobban tudja. Hát, ha tényleg így leszek jó és gonosz tudója, olyan leszek, mint az Isten. És bekövetkezik a bűn. Nézzük ennek a bűnnek mi a következménye. Az ember rádöbben arra, hogy mesztelen. A mesztelenség érzése az egy borzalmas érzés. Kiszolgáltatott vagyok. Az a védő pajzs, ami körülvett engem, az tönkrement. Ezért az ember elkezd magán megoldásokat keresni. Divatos körülkötőket csinál fügefa levélből. Azóta is csináljuk ezeket, minden bűnöző el tudja magyarázni, hogy neki nehéz gyerekkora volt, és miért, hogy, mint, mindenki rossz, csak ő jó. Azután elkezd rejtőzködni. És most belép egy új elem, és ez az új elem a kegyelem. Isten nem hagyja a bokorba az embert, hanem kiszólítja. Nem azt mondja, hogy Ádám, látlak, hogy az mögött a bokor mögött rejtőzködsz, és gyere csak elő. Nem, ő kérdez csak, hol vagy Ádám? Nem azért, mert ő nem tudja, hogy melyik bokor mögött húzódik meg az első ember pár, hanem egyszerűen azért, mert az ember nem tudja, hogy hol van. Ezzel a belső magánnyal, bűnnel. Csak úgy lehet leszámolni, ha egyszer nem csak a fizikai, hanem a lelki tükörbe is belenézek. Miért is vagyok én egyedül? Hát én rejtőzködöm, én csináltam fügefa levelet, én követtem el azt, amiről az Isten azt mondja, hogy ne tedd. Hogy van akkor ez? Isten nem hagy a bokorba. Kiszólítja Ádámot. És egy nagyon tragikus párbeszéd zajlik. Isten azt akarja, hogy az ember elismerje azt, hogy igen,
én ettem arról a fáról, amiről te azt mondtad, hogy ne egyek. Mert a bűntől szabadulni csak úgy lehet, hogyha elvállalom. De Ádám mellé beszél, és zseniálisan. Nem én, az asszony, akit te teremtettél. Ki a hibás? Az asszonyon keresztül az Isten. És ennek az a következménye, hogy kiesik az édeni harmóniából, a természet rendjéből is. Szembefordul a másik emberrel, Évával. Szembefordul a teremtett világ az emberrel, és az Isten elől is rejtőzködni kezd az ember. Ez minden bűnnek az örök problémája. De az Új Szövetség Jézusról beszél. Jézus az, akiről Pál azt mondja, hogy benne megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És úgy folytatja tovább, hogy ez a Jézus arra akar megtanítani, hogy mértékletesen, figyeljünk, ez a természettel való kapcsolatunknak a helyes normája. Igazán ez a másik emberrel való kapcsolatunk helyes normája, és szentül az Istennel való kapcsolatunk helyes normája, éljünk a jelen való világban. És ezt teszem, akkor egyszerre értelmes lesz az életem. Végül egy kis történetet szeretnék elmondani. Saját életemből. Volt egy kedves tanítómesterem. Én legszívesebben professzoromnak hívnám. Ez a tanítómester a Sajti Mari néni volt. Két elemit végzett tanyai öregasszony volt. Csodálatos bölcsességgel. Ilyeneket tudott mondani mondjuk az alázatosságról. Édes fiam, magas a mennyország kapuja, mégis sokan beverik a szemöldök fába a homlokukat, mert nem hajlik a térdük. Vagy egyszer, tudom, a gyülekezetben vita volt az eredendő bűnről, ami egy nagyon nehéz teológiai tétel, és akkor Sajti Mari néni így zárta le a vitát, tudjátok. Csak egy igazság van, a szántóföldnek az édese a gyom, a buza pedig a mostohája. Ez a Mari néni megözvegyült, megöregedett, és szerettem volna, hogy a méltó környezetbe kerül, nem kinn a tanyán, ahol hóba, sárba, télbe, 500 méterre volt a következő tanya, meg a kövesút, élni az életét. És ezért kerestem egy keresztény szociális otthont, ahova szerettem volna a Mari nénit elvinni. Jó előre megbeszéltem egy kocsis emberrel, egy olyan emberrel, akinek volt autója, ez leállt a köves úton, én bementem a Mari néniért, még most is látom magam előtt, szép őszi nap volt, egy hosszú jegenyesor vezetett be a tanyáig, peregtek a levelek, még a hulló nyárfa leveleknek a kesernyés illata az orromba van. Szembesütött a nap. Akkor beléptem a konyhába, vak voltam, a nagy fényből be a sötét konyhába nem láttam semmit, de éreztem, hogy sok ember van. Néhány másodperc múlva kinyílt a szemem, tényleg ott volt a környék, apraja nagyja. Némaság volt és csönd. Mondom, hogy emberek, hát búcsúzzanak el Mari nénitől, jó helyre megy, jó helyet találtam neki, még az ágyát is meg fogom igazítani. Az emberek hallgattak. Senki nem mozdult. Egyre feszültebben éreztem magam. De hát a Mari néni elmegy, megbeszéltük, megy a szociális otthonba. És ekkor a Jóska szomszédtanyából elém állt. Majdnem összeért az orrunk, hiszen nagyon kicsi volt a hely, tele volt a konyha emberekkel. És a Jóska következőt mondta. Mari néni nem megy! Azt hittem, hogy a világ omlik össze bennem. Hát mennyit dolgoztam, kocsis embert szereztem, elintéztem a helyét, mindent, összepakolni segítettem. Mari néni nem megy! Kiszakadt belőlem, és miért nem? És akkor Jóska mondott egy szót. Mert Mari néni köll.
Mari néni köl. És Mari néni maradt. Még két telet élt. Sokszor meglátogattam. Mindig volt a vödörbe víz, mindig be volt gyújtva, mindig volt tüzelő, mindig volt kenyér és tej. Ellátta a környék. Mert Mari néni hívő asszony volt. És ha én meghalok, vagy ha öreg leszek, akkor csak azt szeretném, hogy akik itt maradnak, azok azt mondják rólam. Ez a sziget ilyenő köl. Mert ez a keresztény élet státusza, nem a magányos tömeg léte. Adja Isten, hogy ez így legyen mindnyájunkkal. Köszönöm a figyelmüket.